Sziasztok! Titeket mi foglalkoztat az, hogyha, akkor, hogyha meghalljátok, hogy önértékelés, testkép? Engem leginkább mindig az, hogy az a mondat, hogy elég jó vagyok-e, vagy hogy nem vagyok elég jó. Szóval ez a kérdéskör, ami leginkább érdekel. Hasonló, bennem is olyasmik fogalmazódnak meg, hogy jó, akkor most önbizalomhiányos vagyok, vagy nem, és hogy ez jó vagy rossz dolog, vagy nagyon sok embernek van ilyen problémája, és hogy ez most baj pontosan. Engem leginkább az, hogy mások véleménye és a saját önértékelésem mennyire függ össze, és sajnos nagyon sokszor azt látom, hogy másoktól függ az, hogy én magamról mit gondolok, és hogy ezen hogyan lehetne változtatni. De itt van velünk Hajdúné Gersely Csenge, aki anorexiából gyógyult, és emellett pszichológus is. Csenge, te úgyhogy anorexiából gyógyultál, hogyan jutottál el oda, hogy anorexiás legyél? Mert én például, amikor így nagyon nem vagyok magammal megelégedve, akkor volt olyan, hogy azt gondoltam, hogy na jó, én holnaptól anorexiás leszek, de hogy ez nyilván nem így megy, hogy egy döntés, és hogy mi az, ami eljut oda, hogy eljutott oda téged? Hú, hát maga ez az evészavar témakör rendkívül összetett. Én nagyon szeretek rá úgy hivatkozni, mint egy jéghegy, hogy igazából az evés, meg a kinézet, meg az, hogy valaki mondjuk sovány, vagy egy falászavar esetében mondjuk túlsúlyos, az csak a jéghegy csúcsa, az, hogy hogy eszik, hogy néz ki. Amit ugye az emberek többsége így az evészavarhoz társít, de hogy igazából a mélyebb okok, meg ami miatt tényleg mentális zavar, az evészavar, bármelyikről beszélgetünk, az mindig, azok mindig a víz alatt vannak. A testkép az, hogy mennyire szeretném megfelelni másoknak, a perfekcionizmus, az, hogy mit hozol otthonról, a családból, hogyan vagy a társas kapcsolataidban, ezek mind-mind meghatározzák az evészavart. Vagy például, hogy tehát a gyerekkorod, mennyire tudtál beilleszkedni, esetleg bántottak-e az iskolában, de ugyanúgy ehhez társulhat például maga a társadalmunk, csak gondoljatok bele a közösségi média oldalakra, vagy a reklámokra, ezek mind-mind befolyásolják azt, hogy valaki ebbe végül érintett lesz-e. A személyiségről meg ne is beszéljünk, mert szerintem az is nagyon fontos része. Szóval nagyon sok minden befolyásolhatja ezt az egészet, és amiket így felsoroltam, azok igazából mind-mind hatással voltak arra, amiért például nálam kialakult ez az egész. Szóval hozunk dolgokat ugye a családunkból, élünk egy társadalomban, aminek vannak bizonyos trendjei, van egy személyiségünk, amit így hordozunk magunkban, és ezek mind-mind befolyásolják ezt az egészet. Szóval az, hogy ha valaki például az evészavarok kapcsán a kitartásunkat dicséri, vagy elhatározza, hogy következő nap majd mentális beteg lesz, vagy anorexiás, ez azért nem ilyen egyszerű. Rékánál akkor, hogyha ez így, most teljesen nekem nagyon ledöbbentő volt, hogy ezt mondtad, de hogy akkor nálad ez egy tudatos dolog lenne, hogyha eldöntenéd, és akkor az valószínűleg nem is lenne ugyanaz a fokozat, ami mondjuk nálad volt. Hogy... Hát igen, de hogy ez nem volt amúgy egy komoly döntés, akkor így mondjuk aznap nagyon rosszba voltam magammal, vagy nagyon nem tetszett az, ahogy kinéztem, és akkor, vagy úgymond éppen egy ilyen önbizalom hiányos fázisa volt az életemnek, és akkor elhatároztam, vagy egy ilyen hirtelen felkapott döntés volt, hogy jó, akkor holnaptól anorexiás leszek, akkor végül is meg leszek elégedve magammal is, meg hát persze akkor mindenki fel is figyel rám, mert hogy akkor... Hogy történik veled? Igen. Lássátok, hát, mennyi minden összefügg, bocsánat, hogy a szabadba vágtam, de hogy mennyi mindennel összefügg ez. Ugye említetted azt, hogy akkor majd felfigyelnek rám mások, akkor majd megoldódik az összes problémám, és ez valamennyire szerintem a mai társadalmunkban is
jelen van, már mint szerintem nagyon közvetíti ezt a social media is, vagy a mindenféle plakátok, legyen szó fitness plakátokról, vagy ilyen fogyós plakátokról, vagy bármi ilyen magazinokról ne is beszéljünk, mert én nagyon ezekkel a tini magazinokkal nőttem fel, amik szintén nagyon ilyen ellentmondásos kinézettel kapcsolatos tartalmakat közvetítettek, ami manapság szerintem már inkább a TikTokra ment át, de hogy látjátok, hogy mennyi mindennel összefügg, és nekem az fogalmazódott meg még a fejemben ezzel kapcsolatban, amit mondtál, hogy amúgy ebből is írtam most a mester szakos diplomámat, hogy nem is kell klinikai szint ahhoz, hogy valakinek tényleg problémája legyen a kinézetével, vagy saját magával, és hogy rengeteg fiatal nő, vagy már idősebb nő is él úgy a társadalomban, szóval rengeteg olyan nő él a társadalmunkban, akiknek valamilyen problémájuk van magukkal, a testükkel, és vagy valamilyen belső konfliktusuk van saját magukkal, és ezt akarják valahogy megoldani azzal, hogy a kinézetüket változtatják meg. Úgy mondtad ezt a TikTokot, és én például mindig azt hittem, hogy az Instagram a legmérgezőbb ilyen szempontból, hogy nézegetjük mindenkinek a tökéletes életét, és akkor ugye még arról ne beszéljünk, hogy nők, nézegetjük a nőket, és hogy ő milyen jól néz ki, milyen jó élete van, stb. Nekem nincs TikTokom, de van ismerősöm, akinek van, és így görgetett, csak egymás mellett ültünk, és éppen ilyen kis sziesta volt, és csak belenéztem, hogy mik vannak benne, és nagyon érdekes, hogy nem tudom, mondjuk minden, mit tudom én, tizedik, az olyan volt, hogy ha te most ilyen típusú ember vagy, van ez a önismereti, ez a személyiségtípus. Igen, az MBTI. Igen, igen. És hogy arra kiad neked egy olyat, hogy akkor neked ma milyen outfited legyen, vagy neked ma mit kell hordanod, vagy neked milyen a stílusod. Annyira ledöbbentem, hogy ennyire meghatározzuk, hogy ő akkor hogy fog kinézni, mit fog felvenni, és tudom, hogy ez még csak a felszín, hogy azért ezt fiatalok ezreig görgetik napi szinten, és hogy neked például volt, tehát hogy megvolt ez a pont, amikor azt mondtad, hogy jó ezeket a magazinokat, mert hogy te ezt mondtad, hogy neked az volt a káros, hogy azokat így jó, akkor fogom és elégetem az összeset. Hogy volt ilyen pillanat? Szerintem, ahogy idősödtem, az is hatással volt arra, hogy már nem olvastam ilyeneket, meg szerintem maga a gyógyulási folyamat is közrejátszott, mert ahogy egyre biztosabb voltam abban, hogy én ki vagyok, és egyre több önbizalmam lett, tudtam, hogy ki az a csenge, aki én vagyok, annál kevésbé szorultam rá arra, hogy mások megmondják nekem, hogy egyek, hogy viselkedjek, hogy öltözködjek. Mert előtte azt élted meg, hogy mások mondják meg? Hát szerintem minden bizonytalanabb az ember, és itt most beszélek saját magamról is, annál jobban keresi a külső megerősítést, vagy keresi azt, hogy mások mondják meg neki, hogy lehet elég jó. Aha. Hogy így mondod, ez a, nekem az jutott eszembe, hogy ez a, amikor én döntéshelyzet előtt vagyok, és így hallogatom, és valaki mondja meg, könyörgöm, csak ne nekem kelljen ezt most eldöntenem. Közben pedig szerintem pont az a döntés lesz én azonos, amit te hozol meg. De ez nagyon nehéz tényleg, főleg a mai világban nőként, főleg szerintem, hogy találjuk meg a saját önazonosságunkat, mert annyi minden elvihet. És nem csak a társadalom, az már csak a habatortán, hogy a társadalom mit közvetít, de hogyha például valaki otthonról se tud hozni egy olyan erős önbizalmat, vagy egy olyan erős énképet, amivel aztán például a társadalomba hely tud állni, nagyon nehéz így felépíteni. És szerinted mi az, ami segít megtalálni saját magunkat? Vagy van erre valami recept, hogy mennyire pszichológusod, és akkor majd vele megoldódik ez a problémád? Vagy hogy érdemes elindulni ezen az úton, ha valaki tudja, hogy nincs sok önbizalma? Uh-huh. Most, hogy itt az evészavarokról is beszélünk, ezt ugye ketté bontanám, hogy
tényleg a kérdésedre is válaszolni, hogy akinek nincs sok önbizalma, és aki mondjuk evészavarban szenved, mert ez a kettő azért más. Én azt saját tapasztalatomból is azt tudom mondani, hogy ha valakinek kevés az önbizalma, akkor igazából az önismeret az tök sokat segít. Akár vannak ilyen önismereti csoportok, de nem kell feltétlenül ilyen terápiás csoportba menni. Szerintem egy megtartó közösség is nagyon sokat tud segíteni abban, hogy te aztán rátalálj saját magadra. Nem véletlenül társas lény az ember, és szerintem a megtartó kapcsolatok nagyon sokat tudnak minket formálni. És szerintem ez nagyon, nagyon jó, akár tényleg csak női csoportok. Én emlékszem, hogy amikor anorexiából már gyógyultam, már a gyógyulás útján jártam, akkor én részt vettem egy 2 éves fiatalányoknak szóló programon, aminek az volt a neve, hogy Pure, és nekem az, hogy ott megéltem, hogy olyan lányok társaságába vagyok, akiknek szintén fontos a kapcsolódás, fontos az, hogy megtalálják az élet értelmét a fogyózáson, meg a testedzésen túl, meg a kinézeten túl, az hozzám nagyon sokat tett, hogy végre megtaláljam, hogy én ki vagyok a világban, és hogy másokkal, más nőkkel, hogy vagyok együtt. Mert szerintem nagyon sokszor eshetünk bele, főleg így a Insta meg a TikTok világába, abba, hogy így másokhoz hasonlítgatjuk saját magunkat, holott igazából nem ettől leszünk jól, hanem attól, hogyha saját magunkat megismerjük, elfogadjuk, megszeretjük. És mondtad, hogy egy ilyen gyógyulási szakaszon voltál már így az anorexiából, és hogy van olyan, hogy véglegesen meg lehet belőle gyógyulni, vagy hogy így lezártnak tekintető? Mm-hmm. Itt most kicsit visszautalnék a jéghegy hasonlatra, mert nagyon jól lehet rendezni az evést, meg a testeddel való kapcsolatot. Én most már boldogan állíthatom, hogy nekem ezzel nincs problémám. De azért nincs, mert elkezdtem megdolgozni a mélyebb rétegeket. Az, hogy mit hozok otthonról, hogy is vagyok én saját magammal, hogy vagyok a kapcsolataimban, mennyire szorongok például attól, hogy nem vagyok elég jó másoknak, és majd a végén, nem tudom, elhagynak ezért. Szóval ezeket a gondolataimat kellett szétszálazni, amik így hajlamosítottak, vagy odáig vezettek, hogy aztán elérjünk a jéghegy csúcsáig. Ezekkel még dolgozom, de szerintem maga az evészavar részén én túl vagyok, és túl lehet ezen lenni. Az, hogy utána kell még dolgozni ezeken a mélyebb rétegeken, az feladat, de magán az evés zavar részén és a testkép zavar részén szerintem túl lehet lenni. Vagy meg lehet dolgozni annyira magunkat, hogyha elkapjuk, hogy elkapjuk azt a pillanatot, amikor mondjuk én saját magammal valami miatt nem vagyok jól, mondjuk érzelmileg, és ezt például a testemre akarom kivetíteni. És akkor ott már meg tudom magam fogni, hogy nem a testem a probléma, hanem valami belül, amit meg kell oldanom. Mm. És amúgy meg így korábban mondtad, hogy amikor így gyógyultál az anorexiából, akkor nagyon nagy határ, vagy volt egy ilyen nagy isteni élményed, vagy egy ilyen Istenhez visszatalálás, de hogy emellett megjártál, vagy jársz is terápiára, és hogy egy ilyen gyógyulásban, ha lehet így megkérdezni, de hogy így hány százalék Isten, hány százalék terápia, vagy hogy... Ezt jó, hogy kérdezed, és vissza is akartam kanyarodni, mert ugye a te kérdésedet is ketté szedtem. És igen, nekem volt egy nagy Isten élményem.
a gyógyulásom kapcsán, mert hát a gyógyulás az nem ment könnyen. És nagyon sokszor éreztem azt, hogy nekem ez egyedül nem megy, mert annyira nehéz ez a teher, ami ezzel az egésszel jár. Egyszerre volt felszabadító, de nagyon munkás. És ebbe a betegségbe, bár pont ezáltal akartam másokhoz kapcsolódni, mert azt hittem, hogy majd ha lefogyok, akkor mindenkinek meg fogok felelni, meg mindenki szeretni fog. Mégis az ellenkezőjét értem el, mert mindenkitől eltávolodtam, a családomtól, a barátaimtól és Istentől is. És emlékszem, hogy egyik este már a gyógyulás útján csak ennyit mondtam Istennek, hogy Isten, ez nekem nem megy, és hogyha vagy, akkor segíts, mert én itt most fel fogom adni, hogyha egyedül kell ezt végig csinálnom. És ne úgy képzeljétek, hogy akkor most itt a csoda történt, vagy ilyesmi, de Isten elkezdett lehetőségeket adni az életembe, és viszont rajtam állt, hogy ezeket a lehetőségeket elfogadom-e. Szóval én nagyon nem szeretem, amikor az emberek azzal jönnek, hogy jaj, csak imádkozz, és majd minden problémád megoldódik, mert nem ilyen egyszerű, főleg, hogyha mentális beteg az ember, de Isten tud lehetőségeket adni, amiket ha elfogadsz, akkor sokkal könnyebb, és sokkal jobb, mert nem érzed magad ebbe egyedül. Ilyen volt nekem például a Pure. Azt nagyon hiszem, hogy Isten adta az életemben, és nagyon nagy hatással volt rám utána, az egész gyógyulásomra is nagy hatással volt. Most így az jutott eszembe, hogy ez a megfelelés, hogy nem vagyok elég jó, ez pontosan kifele van, mármint, hogy kifelé van igazából ez a kérdésem, hogy a férfiak felé, a fiúk felé, hogy nekik akarok jobban tetszeni, vagy inkább sokkal az, hogy mondjuk a barátnőim közé nem merek bemenni, úgyhogyha éppen nem vagyok a toppon, mert ők olyanok, hogy mindig 100%-osan jól néznek, és egyszerűen rosszul fogom érezni magam köztük, úgyhogy inkább el sem megyek a találkozóra, miközben lehet, hogy mind a hárman macigatyába ülnek ott, és csak, nem tudom, csillelnek. Tehát, hogy mi nektek hogy van, hogy melyik, ami inkább, akiknek inkább meg akartok felelni, vagy hogyha teljesen más, akkor most egy kicsit így nemekhez kötöttem, de hogy amúgy mi miatt akartok megfelelni, vagy kinek? Nekem nagyon sokszor inkább, igen, barátoknak is, és tök nemtől függetlenül, vagy felnőtteknek, hogy ahova éppen megyek, vagy ahova tartozom, ott csak elviselnek. És nem vagyok egy hasznos ember, és őszintén megszólva, vagy bevallva, nekem nagyon sokszor van az, hogy jó, akkor inkább megyek, és mindent megcsinálok, a legkisebb feladatokat, a legmocskosabb munkát is magamra vállalom, csak hogy legyen értelme, hogy közéig tudjak ilyen szempontból tartozni, és nekem inkább ez a megfelelési kényszer, úgy érzem. De hogy akkor igazából az emberek reakciója hiányzik, hogyha szerinted eleget visszajeleznének neked, akkor már mondjuk nem vállalnád el azokat a közösségi munkákat, amiket most... Igen, lehet, és... Uh-huh. És nekem nagyon fontos, és nagyon nehéz az is, hogy azt mondjam, hogy jó, akkor most oda nem megyek el, és megengedek magamnak egy szabad napot. És mikor ezt meg tudom lépni, akkor nagyon büszke tudok lenni magamra, mert akkor ez tényleg azt jelenti, hogy ők visszaigazolták nekem, hogy én akkor is oda tartozom, hogyha nem teszek be semmit, hanem csak fogyasztó vagyok. És szerintem ez nagyon fontos. Nekem egy nagyon jó volt ez a nem hasonlat, mert nálam ez nagyon jól megjelenik, hogy mondjuk az, hogy hogy öltözöm fel, vagy mondjuk hogy csinálom meg a hajam, az nagyon a lányoktól függ, hogy nekik akarok megfelelni. De mondjuk a testem az meg inkább a férfiaktól, vagy a fiúktól, és hogy pont ezen gondolkodtam, hogy mennyire, mondjuk nem is csak személy szerint engem, de hogy így tudok a környezetemből, hogy mennyire vissza tudott venni az, amikor mondjuk így gimiben a fiúk pontozták a lányokat, hogy mondjuk az arcát, ennyit kap az arcára, ennyit az alakjára, kap egy összesítést, és akkor kihirdetik a nyerteseket. És hogy ezek szerintem ilyen életre szólóan így bennünk tudnak maradni, és utána azért nem tudom diétázni, fogyózni, de hogy ezzel most amúgy nem a fiúkat akarom szidni, mert szerintem ők nem érzik akkor ennek a felelősségét, vagy nem érzik, hogy ezzel mit okoznak,
de hogy ez így emlékszem, hogy nálunk az osztályban lányok, amikor ez így kiderült, akkor nyilván aki dobogóra került, az örült, de hogy aki meg nem, annak így nagyon visszavett akkor így az önbizalmából. Meg amúgy szerintem az az érdekes a lányoknál, hogy vagy az, hogy benne vagy egy őszinte csajos bandában, és akkor őszintén azért úgy kommunikálva, hogy hú, te ma nagyon jól nézel ki, és akkor ott van egy plusz, vagy az van, hogy nem mondják, és például nekem ez tök nehéz volt, hogy mindig nekem mondjuk jött az üzenet, hogy tök jól nézel ki, tényleg minden nagyon király, de én keveset adtam vissza, és ez nagyon-nagyon rossz volt, ilyen bűntudatos volt, hogy észrevenni, hogy nem, nekem is ugyanúgy, ja meg azt, hogy nem tudtam megköszönni. Erre az egyik távolabbi barátnőm hívta fel a figyelmet, hogy figyelj, most dicsértelek meg, tehát ne elkezd nekem dumálni arról, hogy ja igen, a hajam így áll, meg nem tudom, hanem hogy köszönd meg, hogy hallod, tök jól nézel ki. Ez és tök fontos, nagyon, igen. Nagyon nehéz. Nagyon érdekes, erről jutott eszembe, hogy iskolában egy osztálytársam, aki tényleg mindig jól nézett ki, és vékony volt, szóval nagyon szép lány volt, és a kisebbekkel, tehát elsős másodikosokkal ebédeltünk együtt, akik ugye nagyon őszinték. És egyszer jött oda az egyik kislány, hogy Zita, azt a lányt hogy hívják? És elmondtam a nevét, és mert szerintünk nagyon nem szép, és te sokkal szebb vagy. És így ledöbbentem, hogy mi, akiket mi pódiumra emelünk, hogy ilyen tökéletesek, azokat lehet mondjuk a kisebbek, akik mást látnak az emberekben, máshogy értékelik, és ez nagyon érdekes volt számomra. Igen, ez a pódiumra emelés, ez nagyon érdekes, meg az, hogy akkor neked, vagy nem tudom, nekem sokszor van olyan tapasztalat, hogy tényleg még itt egy kicsit visszakanyarodva az előző gondolatomra, hogy jönnek oda, hogy ú, te tök jól nézel ki, de te mondjuk mindig jól nézel ki, és így, mi az, hogy mindig jól nézel ki? Vagy nekem ezt most az egyetemi éveim alatt csomószor megkapom, miközben én belül azt élem meg, hogy gimiben jól néztem ki, katasztrófa, úgy nézek ki mindig, mint egy hajléktalan. Tehát így élem meg belül, hogy ez van, jó, most éppen nem, de hogy ez nagyon fura, hogy mit jelez vissza a környezeted, és hogy mi van úgy benned, hogy nagyon nem az. De köszi, igen, megköszönöm. Igen, amúgy szerintem ez az egész szépség téma nagyon szubjektív. És itt megint felvetődik a kérdés, hogy igazából ki az, akinek a szava számít. És szerintem a legfontosabb a saját magunk szava, hogy mi mennyire vagyunk jobb a saját magunkkal. Mert ha mások mondják, de te nem vagy jobb a saját magaddal, látod, nem fogod elfogadni. De amúgy szerintem ez is egy folyamat, és már az, hogyha igen, az elején nagyon ilyen... Szóval az elején nagyon fura lehet elfogadni, vagy azt mondani, hogy jaj, köszi, de gyakorlással megjön a rutin. És szerintetek van egy határvonal, amikor azt mondom például, hogy nem tudom, mondom magamra, hogy jó, el vagyok híze, vagy ilyesmi, és akkor edzenem kell, vagy azt mondom, hogy nem baj, Zita, jól vagy mégis, és hogy csak folytasd az életed, és még szerethető vagy, és jól vagy. Vagy ez így összemosható, vagy van itt e között egy határ? Értitek, amit mondok? Szerintem mindig szerethető az ember, és hogy ez soha nem függ a kinézettől, vagy attól, hogy mennyire produktív. Szerintem ez mostanában nagyon összemosódik, hogy te csak akkor lehetsz szerethető vagy elfogadható, hogyha egyszerre 100 000 dolgot csinálsz, és mellette tök jól nézel ki, de hogy ez nem így van, és szerintem nagyon rossz ez a felfogás. És ugye kérdeztétek, hogy honnan jöhet ez a megfelelés? Hát egyrészt lehet tényleg a barátainktól, vagy a fiúktól, vagy jöhet ez egy iskolai bántalmazós helyzetből, de akár hozhatjuk otthonról is. És nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy lehet, hogy pont a saját szüleink támasztanak felénk például olyan elvárásokat, amiket saját maguk felé is támasztanak, és ők se tudnak megugrani. Szóval ez elég nehéz téma, és sokszor lehet, hogy nem csak körbe, hanem hátra a családunk felé is kell nézni, hogy például a családunk, a szüleink mit hoznak az ő szüleiktől, és mi mit kaptunk tőlük, mint példa. Mert nagyon sokszor azt látom, hogy innen is van
mit megnézni, vagy átdolgozni. Amúgy nekem az a fura, hogy mindig itt, amit mondasz, abban mindig azt hittem, hogy itt az a fontos, hogy az anya mit mond, hogy az anya mit gondol, hogy ő mit kommunikál felém, és így mostanában kezdem megérteni, hogy amúgy, hogy ugyanannyira fontos, hogy mondjuk az apuka mennyire van jelen egy nőnek, hát egy nővérésben mondjuk, hogy mit kaptam tőle, és például lehet az, hogy nekem az apukám sok mindent elrontott, vagy éreztem azt, hogy ott hagyott, és hogy nincs velem, de az, hogy mindig szeretve voltam, hogy mindig tényleg egy őszinte szeretet volt, és nem szólt, ha éppen felment 5 kiló, ha lement 5 kiló, mert nem ettől számított, és nekem mondjuk ez nehéz válaszolva picit még Zita a te kérdésedre, hogy a személyiségem az ugyanaz, nyilván változik, meg fejlődik, de hogy attól, mert hogy én most pár kilóval könnyebb vagy nehezebb vagyok, attól még ugyanaz a személyiség vagyok, és hogy ebbe megtalálni azt, hogy nem ettől függ, hogy én most akkor ki leszek és ki vagyok, és hogy megyek el egy adott programra, hanem hogy attól, hogy tényleg belül ki vagyok én, és hogy nem, és hogy tényleg nagyon függetleníteni kell attól, hogy milyen a testem, hogy öltöztem fel, ki vagyok-e sminkelve. Tegnap például mentünk koncertre, és kiléptem az ajtón, és így, te jóságoség, tehát, hogy nem, teljesen elfelejtettem sminkelni, és így fogok megjelenni, na mindegy. Tehát, hogy vannak ilyenek, amikor, hát igen, de attól még ugyanaz a Lili vagyok, pörgős vagyok, szeretek koncertre járni, stb., de hogy ne a smink tegye oda azt az íre a pontot, hogy az nekem úgy jó lesz. Szerintem úgy ez nagyon jó, csak nagyon nehéz ezt szerintem elérni, vagy hogy mondjuk még a családi mintákra visszatérve, mondjuk a szűk családomban én is mindig egy ilyen elfogadást és szeretetet, meg dicséreteket kaptam, de mondjuk a tágabb családban kicsiként volt egy ilyen duci korszakom, de hogy nyilván az volt, hogy meghíztam picit, aztán megnyúltam, lefogytam, de és hogy mind a kettőre kaptam megjegyzéseket, hogyha most kicsit husi vagy, vagy hogyha most már ennyire nem kell jönni fogyózni, hogy ennyire vékony vagy, miközben nem is ugye fogyóztam, de hogy ezek mind a negatívra, mind a pozitívra amúgy így kb. Az összesre emlékszem az életem során, vagy hogy annyira fontosak ezek a visszajelzések, és hogy ezt meg tök jó lenne valahogy így leépíteni, hogy ne ezekre emlékezzünk, hanem magunkba megtalálni, amit te is mondtál, Csenge, ezt a helyes önképet, vagy önszeretetet. Igen, és ez talán kezdődhet velünk is, hogy mi nem teszünk megjegyzést másokra, vagy nem a külsejüket dicsérjük főleg. Erre oda lehet figyelni, és lehet változtatni, és szerintem már az, hogy mi máshogy csináljuk, már az elérhet valami változást. Még a környezetnek most, amit mondasz, Réka, hogy amikor a környezet visszajelez, akkor van benne egy olyan, hogy amúgy valószínűleg jót akar. Még akkor is, ha egy kicsit valaki odaszúr neked, mondjuk, hogy figyelj, amúgy látom, hogy mostanában úgy jókat eszel. Valószínűleg jó helyre jársz. Tehát, hogy egy olyan, még ebbe is van egy olyan terelés, még ha nem is egy jó kommunikációval, de hogy figyelj, hogy kicsit figyelj jobban magadra. És hogy szerintem ez nagyon nehéz megtalálni azt, hogy mondjuk nekem régen anyukám nagyon, tehát van egy genetika, amit azért látsz, hogy tehát, hogy anyukád milyen alakú, azért valószínűleg te is hasonló leszel. És hogy ő erre mondjuk tudatosan készített fel engem, és nekem ez nagyon jó volt, de ugye ezzel, azzal is járt, hogy mondjuk megvolt az, hogy 6 után mondjuk nem eszem. És én így nőttem föl. És nekem ez nagyon jó volt amúgy, mert hogy volt egy ilyen keret, viszont ahogy most így kiléptem otthonról, már nincs ez a keret. És hogy ez meg nagyon rossz, hogy most meg már szükségem lenne arra a keretre, mert hát ehhez szoktam hozzá, hogy 6 után nem eszem, de most már nem tudom magamra venni, és most már ha szól anyukám, akkor most már rosszul esik. Tehát akkor ott nem volt rossz, mert azt érzem, hogy tényleg úgy, hogy rendbe tart, meg hogy egy ilyen gondoskodást láttam benne, de nyilván lehet, hogy valakinek ez nagyon rosszul esett volna, csak mondom nekem így azért kicsikoromtól ez így kommunikálva volt, hogy vannak olyan helyzetek, amikor figyelni kell, amikor változik a női test, és akkor egy kicsit jobb egy nagyon, tehát picit odafigyelni magunkra, és hogy nekem jó volt, hogy jelzett, de igen, nem biztos, hogy mindenkinek. Ez lehet egyfajta öngondoskodás amúgy, hogy figyelünk az egészségünkre, de akkor így mondjuk, hogy figyelünk az egészségünkre, nem a testi kinézetünkre, mert az a kettő más, lehet valaki nagyon vékony, de nagyon beteg, és lehet valaki mondjuk kicsit teltebben is tök egészséges. És szerintem ezt fontos látni, hogy az egészség és a kinézet között nincs együttjárás. Engem még az érdekel, ez most már egy kicsit más téma, de hogy mondjuk amikor te is meggyógyultál az anorexiából, de hogy még így nem voltál teljesen rendben magaddal, vagy nem tudom, hogy mikor kezdődött a párkapcsolatod, de hogy
ilyen rossz önképpel, vagy így hogy lehet belemenni, vagy elköteleződni egy párkapcsolatba, vagy te ezt így hogy látod, hogy nem egyből egy ilyen alárendelt szerepbe kerül az ember, vagy akár így a testiségben, akkor így ő neki tetszel, megdicséri, hát akkor adok mindent persze, mert hogy akkor végre valakinek tetszem, és szeretném ezt így még jobban megmutatni. Ez egy jó kérdés nagyon, és itt behoznám egy kicsit a kötődés fogalmát is, mert a kutatások azt bizonyítják, hogy az evészavarosok többsége például bizonytalanul kötődik, és ez azt jelenti, hogy rettentően szoronganak ezek az emberek a kapcsolataikba attól, hogy mások el fogják őket hagyni. És nem tudom, hogy nektek volt-e ilyen élményetek, mert nem kell evészavarosnak lenni ahhoz, hogy mondjuk szorongan kötődjön valaki, de hogy ha volt ilyen élményetek valaha, vagy ti tudjátok, hogy ti is így ez az alap, ahonnan indultak, azért elég nehéz egy egészséges kapcsolatba belemenni, hogy tényleg ne tegyél meg mindent, hogy ugye ne hagyjanak el, mert olyankor mindent alá kell rendelni ennek, és mindenre oda kell figyelni, hogy a másik ne menjen el. És hát ez nagyon... nagyon nehéz. És itt nekem például nagyon sok évig tartott, amíg ezt kicsit ki tudtam magamban dolgozni, hogy ha valaki elvárásokat támaszt felém egy kapcsolatba, akkor az a szeretet nem feltétel nélküli. És hogy engem, én úgy vagyok jó, ahogy vagyok, és nem kell megváltozzak, vagy más legyek, vagy nem kell megtennem mindent azért, hogy a másik szeressen. És igen, szóval ez nehéz volt, és ez nem csak a testképre vonatkozik szerintem, hanem így a belső személyiségünkre is, mert nekem volt olyan időszakom, amikor mindent meg akartam tenni csak azért, hogy szeressenek. Mm. Nem tudom, hogy ti, nektek volt-e ilyen élményetek? Hogy így küzdünk valakinek a szeretetéért? Igen. Nekem most, hogy így már behoztam, tehát hogy a szüleimnek a válása az abszolút ilyen volt, hogy apukámnak a szeretetéért mindent is meg akartam tenni, vagy hogy tényleg úgy szerintem nem is volt még egy ilyen példa, vagy nincs még egy ilyen példa eddig az életemben, de hogy akiért így, nem az, hogy persze, tehát egy pár kapcsolatban is nem erről van szó, csak akiért tényleg úgy, hogy 0-24 ezer jár. Igen. Az agyat, hogy aha. Tehát különben így vége, így elhal az egész, vagy nem létezik, vagy én nem létezem, ha ő nem létezik, szóval, hogy nekem ez volt az, amikor az, hogy mindent meg kell tennem, és mindenféleképpen ki kell fejeznem, és néha már ez odafordult, hogy nem tudom kifejezni, úgyhogy már nagyon ideges vagyok, és hatodikos voltam, szóval azért kicsi, de hogy akkor tényleg egy nagyon ideges állapotba fordult. Tehát, hogy hát az nem éppen a szeretetnek a megfelelő kifejeződése, de hogy igen, oda átfordult. Nekem például nagyon érdekes, de hogy az Isten kapcsolatomban mutatkozik ez meg, mert ezt most kezdem így levetkőzni, de hogy nagyon olyan embernek tudom magam, aki vagy olyan vagyok, hogy aki, hogyha nem imádkozik eleget, nem tölt elég időt Istennel, akkor képes azt gondolni, hogy jó, akkor innentől engem Isten nem is szeret, és akkor nem tesz semmi csodát, vagy nem cselekszik, mert én nem tettem bele eleget. És ez, és szerintem ebben mutatkozik meg nálam ez a megfelelési kényszer a legjobban, hogy nagyon tudom magamat rugdosni, hogy üljél már imádkozni. Ugye most ilyen konkrét ilyen helyzetre, amikor így nagyon-nagyon tepertem valakiért, így nem emlékszem, de inkább így barátnők terén volt ez, hogy kicsit így mondjuk magam fölé tettem a fejembe nagyon sok mindenkit, és akkor hát persze ő mondja jól, meg ő a jó, és akkor magamat meg egy ilyen alárendelt helyzetbe, és akkor voltak ilyenek, hogy igen, akkor most igazából ő miért van velem jobban, vagy hogy mit szerethet bennem, és hogy
ezek az ilyen kis marcangolások megvoltak, de hogy igen, egy ilyen konkrét életszakaszban így erre így nem emlékszem. Igen, amúgy ezért is kérdeztem, mert nagyon sokszor ez nem csak a párkapcsolatban van jelen, hanem a szüleinkkel való kapcsolatban, barátainkkal, és tényleg akár Istennel is, mert a kötődési stílusunk amúgy nem csak a párkapcsolatban van jelen, hanem minden egyes kapcsolódásunkban, és erre szerintem jó ránézni. Mert például ez, bocsánat, de hogy tényleg az, ahogy a kapcsolatainkban vagyunk, úgy nyilván magunkról is kialakítunk egy képet, és ez az önkép, az önképünknek része a testképünk is. Szóval minden mindennel összefügg. Még bocsi, csak az jutott eszembe, hogy amikor ennyire teperünk valakiért, vagy akár hogyha nálad, a te esetedet nézzük, hogy nincs az benne, vagy nekem most csak ez jutott eszembe, hogy nincs az benne, hogy annyira teperek, hogy már nem veszem észre a másik reakcióját, mert nekem az már kevés, mert én annyit teszek mondjuk a párkapcsolatba, hogy amennyit ő tesz, az már nem elég nekem, mert hogy ja, hát te nem csinálsz semmit, miközben ő tesz, csak én mondjuk így ezerrel többet próbálok rá, tehát így rápakolom és ráteszem. Vagy hogy neked nem volt ilyen, hogy akkor de. Azt érezted, hogy... És ez nagyon félre tud vinni. És ennek aztán úgy, ez aztán úgy fordult át, hogy jobban megismertem magam, vagy szóval én nagyon sokszor a másiktól vártam azt, hogy bizonyos dolgokat bennem helyre tegyen, vagy bizonyos igényeimet ő kielégítse, a szeretetészségemet, meg például olyan dolgokat, amiket mondjuk a szüleimtől gyerekként nem kaptam meg. Feltétel nélküli szeretet sok esetben, vagy elfogadás. És közben rájöttem, hogy ezeket nekem nem a másik ember fogja megadni, hanem ezt saját magamnak kell, a belső kis csengémnek megadni. És ez a felismerés, hogy igazából én tudom ezt az egészet saját magamnak megadni, akár Isten segítségén keresztül. Ez volt az, ami aztán ezt így oldotta bennem. Fú, ilyen velem is volt sokszor. Vagyis egy konkrét esetben, hogy nagyon akartam, hogy a másik kielégítse azt a szeretett vágyamat, és tudjon hozzám úgy kapcsolódni, hogy én szeretném. És bennem ez úgy változott meg, hogy észrevettem, hogy mind a ketten egyre többet teszünk bele a barátságunkba, a kapcsolatunkba, és semmelyikünk nem kapja vissza, amit szeretne. És valahogy erelődött bennem az a dolog, hogy én ezért haragszom rá. És nagyon haragultam rá, pedig azt gondoltam, hogy nem, szóval félreinformáltam saját magamat, és nagyon imádkoztam ezen, de tényleg, hogy jó, Isten, csinálj már valamit, mert én nem akarok így fasírba lenni a másikkal. És egyszer csak megérkezett belém ez az érzés, hogy oké, akkor innentől következő alkalommal úgy megyek oda hozzá köszönni, hogy semmi elvárással, hogy félreteszem azt, amit elvárok tőle, és adok neki úgymond egy tiszta lapot. De ebbe az elvárásba, vagy nekem most ez van, hogy az elvárásba azt kommunikáltátok, vagy akár te csengel a párkapcsolatban, hogy neked ez az elvárásod a másik fele, mert itt ez az érdekes szerintem, hogy ezt kimondod-e, vagy nem? Mert amúgy, ha kimondod, akkor sebet okozol a másikba valószínűleg. Igen. Ha nem mondod, akkor meg magadat pusztítod. Vagy igazából így is úgy pusztítasztak mindent. De nem hogy... feltétlenül okozol sebet, mert szerintem az, hogy kimondod, hogy neked mire van szükséged, az nem hiszem, hogy rombolná a kapcsolatot, sőt, ha kimondod tényleg, hogy te hogy vagy, mire van szükséged, kommunikálsz, szerintem sokkal többet tesz a kapcsolathoz, mert akkor tényleg saját magadat viszed bele, és nem valami álcát húzol fel, hogy igen, nekem vannak ezek a szükségleteim, de ezeket mégse vállalom fel, hogy a kapcsolat jó legyen. Akkor az a kapcsolat igazából nem is olyan igazi, mert nem te vagy benne, hanem az az állarc, amit felhúztál. És akkor még visszatérve, hogy pontosan mi az anorexia? Az anorexia, ez egy nehéz kérdés, mert én ezt egy folyamatként tudnám jól szemléltetni, de a nagykönyv szerint ugye egy mentális betegség az evészavarok csoportjába találkozik, és ezen kívül még számos más evési rendellenesség van a világon.
ami diagnosztizálható például az anorexián kívül a bulimia vagy a falászavar, és de hogy én sokkal jobban szeretek erre egy folyamatként hivatkozni, mert nyilván ez egy állapot, amikor valaki anorexiás, de hogy megértsük, hogy mi ez, ahhoz szerintem látni kell azt, hogy ez például hogy fejlődött ki. Nekem, én alapból egy elég érzékeny személyiség vagyok, ami szerintem így megalapozta ezt az egészet. Volt pár elég nehéz élményem gyerekkoromban is, amik szintén így rá segítettek erre. Ugye mondtam, hogy jéghegy, ez az egész evészavar, és amikről most beszélek, az ugye mind a víz alatt volt a személyiségem, az, hogy velem mi történt gyerekkoromban. Beszéltünk így a kötődésről már, és én például szorongóan kötődök, ami ugye hozza magával azt, hogy én egész életemben féltem attól, hogy ha nem vagyok elég jó, akkor a számomra fontos emberek el fognak hagyni. Ezért mindig elég jónak kellett lennem, mindig tökéletesnek kellett lennem, legalábbis az én fejemben ez volt, és ez a tökéletesség, ez például a testemre is ugyanúgy vonatkozott, hogy nekem tökéletesen vékonynak kell lennem ahhoz, hogy engem elfogadjanak. És ez pedig onnan jött, hogy engem nagyon sokat piszkáltak általános iskolában, mert kicsit teltebb voltam, mint a többiek, mert én amúgy előbb is kezdtem el serdülni. És ezt ugye szóvá tették, mert kicsit másmilyen voltam, mint ők. Nagyon sokat bántottak emiatt, főleg általános iskolában kaptam nagyon sok jelzőt, hogy koca vagyok, hogy bálna. Az volt a legdurvább, amikor álltunk a sorokozónál egyik kinti szünetben, és az egyik osztálytársam azt mondta, hogy az lenne a legjobb, ha engem elütne az érkező kis busz. És ezek mind segítették ennek az egésznek a kifejlődését, mert végig azt kaptam, hogy én nem vagyok szerethető, én nem vagyok elfogadható, és ezek a megjegyzések, ezek nyilván a külsőmre fókuszáltak. Otthonról nagyon azt a mintát láttam, hogy a szüleim saját magukkal sincsenek megelégedve, ami szintén befolyásolta ezt az egészet, hogy én egy olyan mintát hoztam otthonról, hogy soha nem lehetek magammal megelégedve, mert én genetikailag nem nyertem lottót, és különben is, akkor tudok jó lenni mások szemében, hogyha mindig odafigyelek magamra, koncentráltam főleg a testemre, és igazából ennek az egésznek a vége az lett, hogy miután ugye sokat bántottak engem általános iskolába, a negyedik végén iskolát váltottam, és egy 8 osztályos gimibe kezdtem tovább, ahol azt a célt tűztem ki magam elé, hogy akkor innentől kezdve a barátnőim minden lépését figyelni fogom, hogy mit olvasnak, mit esznek, hogy edzenek, hogy öltözködnek, mert nem akartam magam kitenni újra annak, hogy kiközösítsenek, hogy azt érezzem, hogy nem vagyok elfogadható. És amikor a karcsú barátnőim eldöntötték, hogy ők fogyózni fognak és edzeni, akkor ott nálam nem volt megállás. Akkor már amúgy én nem voltam egy dundi kislány, hanem sikerült odafigyelve lefogynom, de amikor tényleg eldöntötték a barátnőim, hogy na most a nyári szünet után aztán csúcsformába jönnek, mert sok volt a sült krumpli a Balatonparton, akkor ott én azt nagyon komolyan vettem, pedig nagyon sokszor biztos
ti is voltatok ilyen helyzetben, a lányok, főleg a szünetben, amikor unatkoznak, akkor sokszor kezdenek el panaszkodni a testükről, meg arról, hogy mit kéne megváltoztatni, és akkor a másik mindig nyugtatja a barátnőjét, hogy jaj, vagy semmi gond nincsen, és akkor elkezd magáról panaszkodni. Nálunk ez nagyon sokszor jelen volt, de hát nem tudom, ti nagyon bologattok, igen. Szóval... Nekünk inkább így Rékával, vagy nekem ezek az ilyen a tesi öltözős élmények, hogy mi Rékával ventillálunk ki ezerrel egymásnak, hogy így nézünk ki rosszul, azért nem érzem jól magam, és akkor hát volt olyan reakció, amikor visszakaptuk ezt, és ez nagyon nehéz felvenni ezt, hogy jaj, hogy mi már nem bírjuk, hogy ti ennyit erről dumáltok, meg hogy amúgy is tök jól néztek ki, szóval miért dumáltok erről, és akkor így ott nekem vagy, meg a... tehát hogy ott vagy, hogy bocsánat, úgy, hogy így, tehát hogy te meg nagyon nem érzed, megint odajukodunk ki, hogy a környezet tök más, mond, mi meg így belül haldoklunk, és nagyon rossz élmény ezt hallgatni, hogy léci, nem mondjátok már, mert hogy ti jól néztek ki. Vagy nekem, amikor konkrétan azt megkaptam, hogy ugye mondjuk, amit te is átéltél, hogy te rosszabbul érzed, amiatt, hogy ők vékonyabbak, és akkor mondjuk, hogy a nálam picit teltebb barátnőm mondta, hogy neki azzal, hogy én magamat, nem tudom, szidom, vagy a testemet, az neki még inkább rossz, mert hogyha még én is, akkor ő mit szóljon, és hogy ez amúgy, igen, tök nehéz, mert hogy belül én meg tényleg azt érzem, hogy nem elégedett, vagy nem vagyok magammal elégedett, de hogy másokat meg közben rombolok még inkább. Igen, de azt kell látni szerintem, hogy itt ez igazán nem a kinézetről szól. Szóval az, hogy nem vagyok elég jó, és szeretném, hogy szeressenek mások, az nem a testemről szól, de mégis ez az, ami nálam például ezt az egészet mozgatta. Meg az, hogy utána elkezdtem magam másokhoz hasonlítani, és utána ez volt az, amivel aztán elindultam a lejtőn. És ezért szerintem nagyon fontos kiemelni, hogy a szavainknak súlya van, akkor is, hogyha másokat szólunk le, meg akkor is, hogy a saját magunkat, mert mindkét esetben a másik is hallja, hogy mit mondunk, és ezért nagyon, nagyon nem mindegy, hogy mi hagyja el a szánkat. És hogy mi is az anorexia. Ugye eddig az okokról beszéltünk, de nálam utána ez úgy alakult, hogy elkezdtem futni az otthoni ellipszis tréneren. Először csak fél órát, aztán 3/4 órát, aztán 1 órát, másfelet minden nap, és közben meg elkezdtem egyre kevesebbet enni. És igazából elkezdett ezzel az egésszel így beszűkülni az életem, csak a kalóriákra, az edzésre, hogy mikor eszek következőleg, az mennyi lesz, hogy legyek úgy a suliba, hogy ne ájuljak el, mert a végén már nagyon-nagyon keveset ettem. De közben meg magamnak soha nem voltam elég jó. Mindig emlékszem, hogy halomba álltak a csokik az asztalomon, és mindig mondtam magamnak, hogy na, ha elérem ezt a kilót, akkor majd megengedem magamnak, hogy megegyem azt a sportszeletet, de soha nem jött el. Mert én a tükörbe soha nem azt láttam, ami igazán voltam, vagy aki igazán voltam. Ez ugye maga a testképzavar, hogy teljesen más látok a tükörbe, mint amilyen igazán a testem. És a legdurvább az egészben az volt, hogy nekem elkezdett besárgulni a bőröm, felborult a hormonháztartásom, nem menstruáltam, pedig előtte már megjött. Ekkor voltam 12-13 éves, szóval már menstruáltam, de amikor megállt ez az egész, akkor én betudtam annak, hogy jaj, hát most jött meg egy, nem tudom, fél éve, biztos, hogy csak nem állt be, meg nem rendszeres, hát van ilyen. Semmi betegség tudatom nem volt, és nem is gondoltam volna, hogy ennek az lehet a vége, hogy ebbe belehalhatok, hiszen ha a testem már nem tudja lebontani a zsírt, mert nincs zsír a testemen, akkor elkezd izmot bontani. A szívem is izom, csomó elkezd kopni a csontom, nagyon ezekből bele se gondoltam, hogy például ilyen élettani hatásai lehetnek annak, hogyha én túlzásba viszem ezt az egészet. És mivel
nem láttam magam reálisan, ezért nem is gondoltam, hogy én itt tartok. És nem gondoltam, hogy beteg lennék, mert közben én abban a hitben éltem, hogy az összes barátnőm ezt csinálja. Mm-hmm. És szüleid egyből észrevették, hogy ez a probléma, vagy így a közeli családod, vagy közeli barátaid, és mit reagáltak rá, ha észrevették? Először a szüleim például büszkék voltak rám, mert végre én a családba sikerült lefogyni, és így bíztattak, hogy tök jó, hogy életmódot váltottam, meg az elején tök egészségesnek tűnt ez az egész, mert hát csak figyelek magamra, meg ilyesmi, csak aztán, ahogy fokozatosan egyre lentebb kerültem a spirálba, nekik is, hát ők is észrevették, hogy ez nem normális, hogy én karácsony este, miután ettem pár falatot a vacsorán, utána ráállok az ellipszis trénerre és futok pizsamában. Szóval nagyon, nagyon kényszeres volt ez a vége. És akkor már ők is tudták, hogy itt valami nem stimmel. És végül ők voltak azok, akik elvittek a helyi Impál Mentál Higiénés Központjába, ahol kaptam egy nagyon csodálatos pszichiátert, akivel aztán elkezdtünk együtt dolgozni. Bár akkor még nem gondoltam, hogy én oda való vagyok, mert én tényleg nem gondoltam volna, hogy beteg vagyok. És nagyon hosszú idő volt, amíg beláttam, hogy ez tényleg nem normális, amit csinálok. De nagyon megmaradt a fejembe az a mondata a pszichiáternek, hogy ha ezt így folytatom, akkor nemhogy családom, de egészséges életem se lesz. Az aztán kemény. Igen. És amúgy szerinted, mondtad ezt a lejtőt, hogy elindultál a lejtőn, hogy akár van-e olyan pont, vagy akár valami szerinted, ami segített volna megállítani ezt a lejtőt, vagy hogyha valaki ebben benne van, belekerül egy olyanba, hogy anorexiával küzd, akkor ott a környezet hogy tud segíteni? Tehát, hogy tényleg hogy tud segíteni, igen? Egyrészt szerintem a példamutatás nagyon fontos, hiszen bármennyire biztathatjátok, hogy jaj, ebből ki kell jönni meg minden, hogyha mondjuk ti magatok saját magatokról úgy beszéltek, hogy becsmérlitek magatokat, vagy minden nap csak szapuljátok azt, hogy kinéztek. Szóval az egyáltalán nem segít abban, hogy mondjuk a másik elhiggye, hogy neki máshogy kell csinálni. Szóval az, hogyha a saját életünkkel példát tudunk mutatni, az már nagyon sok erő, hogy másoknak tudunk példát mutatni, hogy ezt lehet máshogy is. Szerintem az nagyon jó dolog. Másrészt még van kettő, ami nekem nagyon sokat segített. Az, hogy ilyenkor, szóval én 10 évvel ezelőtt rendkívül be voltam szűkülve a mozgásra és az evésre. És egyáltalán nem voltak élmények az életemben. És én ezt szoktam tanácsolni minden ilyen hozzátartozónak vagy barátnak, hogy vigyétek el programozni, menjetek ide-oda, nagyon sokat számít, hogyha külső ingereket kap egy ilyen ember. Aki van mozgatva ebből a saját keretéből. Igen. Hogy tényleg látja, hogy a világ sokkal színesebb annál, mint hogy kalóriát számoljon, vagy edzen. És szerintem nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de hogyha például van egy rosszabb testképnapotok, vagy nagyon tragikusnak élitek meg a saját magatokkal való kapcsolatot, az, hogyha mondjuk kimozdultok ebből, már tényleg szó szerint kimozdultok, és csináltok valami mást, az mennyire tudja javítani ezt a helyzetet. A harmadik pedig az, hogy ezek a
a személyek, akik evészavarral küzdenek, nagyon nehezen nyílnak meg. Itt pont az adás előtt beszélgettük is, hogy mennyire nehéz erről az egészről beszélni, bármilyen mentális betegségről van szó. És viszont, ha valaki elkezdi mondani, akkor csak hallgassuk meg. Nagyon sokszor csak ez hiányzik, hogy értő fülekre találjon az a szó, és nem okoskodásra vagy tanácsadásra, hanem csak hallgatásra. És neked akkor ezért van az, hogy mondtad ezt a példavállalást, és hogy ezért van akkor az, hogy te ezt ennyire felvállalod magadra, hogy egyfajta üzenetként a világnak, hogy lehess segítség és példa akár, hogy mások is tudjanak kijönni, és legyen kapaszkodójuk. Szóval ezért vállalod ezt? Igen. Igen, már nagyon fontosnak tartom, hogy legyen valaki, aki azt üzeni az ilyen cipőben járó embereknek, hogy ebből ki lehet gyógyulni, és lehet teljes életet élni. Szerintem is nagyon hasznos az az Insta oldal, amit vezetsz, mert én is követem, és nagyon sok mindent kapok tőle, és ettől a beszélgetéstől is nagyon sokkal több lettem, úgyhogy köszönjük, hogy eljöttél. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. És nektek pedig köszönjük, hogy néztetek minket, nézzétek meg a többi adásunkat, és hallgassátok meg Spotify-on a podcasteket, vagy kövessetek Instagramon és Facebookon is minket. Sziasztok!